Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. E köré a címköré csoportosítható kérdések sokaságára kaptak szülők választ Hajdú Krisztina gyermekpszichológustól. A szakember elmondása szerint ebben az ingergazdag környezetben és ebben a fejlődés szempontjából intenzív időszakban a gyermekek személyisége kialakulóban van. Nagyon sok dolog magától megtörténik, és azt hagyni is kellene. Tehát az, hogy a gyerek balkezes vagy jobbkezes lesz, az, hogy a szobatisztaság után ez mennyire marad tartós, hogy lesz-e visszaesés, akkor a beszédfejlődésnek ugye ez egy nagyon fontos szakasza. A mozgásfejlődésében nagy, kitágul számára a világ, és ügyesedik, és nagyon fontos, hogy ne vegyük el a kedvét, ne korlátozzuk túl. A túllóvás, a túlvédés az egészen a felnőtt korig olyan megküzdési stratégiákat építünk most ki, amik aztán felnőtt korban is visszaköszönnek majd. A gyermekek 3 éves korukban bekerülnek az első intézményes nevelés időszakába, vagyis konkrétan az óvodába. Ha ez nem megfelelően történik, akár lelkileg sérülhet is a gyermek, tehát célszerű szem előtt tartani a szülőknek is néhány fontos dolgot. Ez a beszoktatás, ez ne beszoktatás legyen, hanem összehangolódás, hogy a felnőttek nagyon megbízzanak egymásban, tehát az óvónéni az nem csak egy gyereket kap, hanem egy család érkezik meg az óvodába 3 évesen, és hogy ezt a szemléletet, ezt hogy tudják kibontani, kiteljesíteni, úgy, hogy a gyerek mindvégig biztonságban érezze magát. Számos szakkönyv azt is leírja, hogy bizonyos korosztályba mi is az, amit a gyermekeknek már tudni kell. Ezek azonban személyiségtől függően változhatnak. Minden kisgyereknek meg kellene adnunk azt a lehetőséget, hogy a saját ütemében érjen, ugyanúgy, ahogy egy almafán sem egyszerre érnek az almák, és nem vagyunk attól szomorúak, hogy 2-3-at már le lehet venni, és egy párra még várni kell, hanem örülünk ennek a teljességnek, hogy folyamatosan történik ez a fejlődés, és éppen emiatt én azt gondolom, hogy az óvodásos korban semmit nem kell napra pontosan, hétre pontosan, vagy évre pontosan tudni. Az első ilyen ellenőrző pont az majd az iskola érettségnek a kérdése lesz, ami ugye általában 6-7 éves korban jelentkezik csak, tehát addig mindenképpen semmiféle ilyen megmérettetésnek helye nincsen. Az itt felsoroltakon túl a szeretet és az odafigyelés is épp oly fontos ebben a korban is, úgy mint előtte, hiszen a megfelelő ütemű fejlődés egyik alappillére ez, emelte ki a pszichológus.